Minden kétséget kizáróan elmondható, reneszánszát éli a lovasport. Jelzi mindezt az is, hogy számos fiatal versenyző jelenik meg rendszeresen a Tornamőzsi Egyesület versenyein. Az is feltűnő, hogy a hajtók között a hölgyek is szép számmal képviseltetik magukat. Itt Tolnamözsön mindig is elég szép számú fogat jelentkezett. Immár 24. alkalommal rendezzük meg a tolnamözsi lovasnapokat. Ezek között volt kombinált verseny, akadályhajtó verseny, háromnapos verseny. Szeretnek a fogatosaink is visszatérni. És igenis próbálunk mindig arra adni, hogy tehát kövessük is az elmúlt időkben az egyes hagyományokat, és hogy vigyük tovább a hírnevet, mint Tolnamözsi Lovas Egyesület, mint pedig a lovassport. Jelenleg is van utánpótló fogatunk az Egyesületben, igaz, hogy nem büszkélkedhetünk velük sok számban, de van egy-két résztvevő, aki igenis képvisel az utánpótlást, ma például ebből az Egyesületünkből kettő versenyzőt láthattunk, aki ezt az egészet képviselni fogja. Vannak 20-10 éves fogathajtók, akik művelik a sportot, de viszont kisebb-nagyobb sikerrel, én úgy gondolom, tehát ennek még idő kell, hogy ez az egész kiforja magát. A törzsgárda a középkorosztályból tevődik ki, mondja ifjú Virág József, de mindig van érdekesség a mezőnyben. A mai napon is látszott, hogy több fiatalabb versenyző is próbálkozott, akár élete első versenyével, akár élete első lovaival, akár új lovakkal, tehát mindenféleképpen jót jelent ez az egész. A pályaépítők arra törekednek, hogy a gyorsaság rovására inkább a taktikus hajtás kerüljön előtérbe. Ez egy nemzetközi szabályzat szerint kell a pályát építeni, ahol megvannak a szabályok, ugyanúgy, mint a keszbe is, hogy merre, hová, milyen táblák, meg mik vannak. Na mostan a pályák azok lehetnek technikások, vagy gyors pályák. Na most ezt a kettőt kell ötvözni ezen az akadályhajtáson. Mert ezek az akadályhajtások, ők nem hajtanak maraton semmit, csak két bója között mennek végig. Na mostan itt következik az, hogy akkor technikássá tesszük, ami azt jelenti, hogy fordulékony ügyességet igényel, és akkor teszünk a közönségnek is be egy olyan részt, amelyik látványos, ahol a fogatok szépen haladnak. Szóval haladnak, igaziból lehet látni, hogy ez a fogat csodálatos gyors fogad. De közben a hajtónak föl van adva a lecke, hogy ez a úgy mondom, a pillanat tört része alatt döntsön, hogy jobbra vagy balra, és azt a bizonyos távolságot, ami a két bója között van, azt tökéletesen betartsa, mert máskülönben az a kis labda legurul, és már is büntetéssé válik a dolog. Én annak a híve vagyok, hogy mindig, amik jönnek újak, azt próbálni kell, és igenis hajtatni a versenyzőkkel, hogy ebből az egészből év végére például a döntőkre jó eredmény süljön ki. A mai versenyen 53 fogat nevezett, és el is indult. C-kategóriás kettes fogatok között volt a legnépesebb mezőny, 31, illetve 2 induló. Igen szép eredmények születtek, egy nem igen egyszerű pályán. Mindezek mellett voltak pónifogatok, volt bemutatóhajtás, voltak helyi versenyzők. Három kategóriában adódott ugye ez 53 fogad, de én úgy gondolom, hogy minden kategóriában sikerült meglepetést okozni a hajtóknak a bírók felé. Tolnamözsön hagyományokkal bír a lótartás és a lovasport. Ifjú Virág József azt mondja, minden erejükkel azon vannak, hogy ehhez hasonló országos versenyeket hozzanak a mezsipályára, mert a látványos viadalok újabb versenyzőket csábíthatnak a bakokra, és ez a hagyományok továbbélésének záloga.